Ezek a felvételek a 2019-es Szolnoki Szimfonikus Nyár egyik legemlékezetesebb előadásán készültek. A Tűz és a Víz misztikuma című látványos produkciót több ezren láthatták akkor a Tiszaparton. A város zeneszerető közönségének azonban a járvány miatt hosszú ideje nélkülöznie kellett a hasonló nagyszabású kulturális rendezvényeket. Volt egy olyan 15 hónap, amikor azok az értékek, amelyek jellemzik ezt a várost, azok a kulturális események, kulturális értékek, amelyek a mindennapjaink részévé váltak, egyik pillanatban a másikra eltűntek az életünkből. Bizonyára kevesen tudják azt, hogy normális életkörülmények között a városban több mint 1000 rendezvény van. Az alpolgármester megköszönte a szolnoki szimfonikusoknak, hogy a járvány idején sem pihentek, a város több helyszínén adtak kisebb szabadtéri koncerteket, és készen álltak arra, hogy amikor újraindulhat a kulturális élet, felkészülten lépjenek újra a közönség elé. Június eleje óta 15 alkalommal koncerteztek a zenekar különböző kamara együttesei, de fellépett a zenekar a Velencetavi Fesztiválon, legutóbb pedig a szegedi szabadtéri játékokon. Augusztus 8-án a Partitúra Fesztivál nyitó előadásával Szolnokon is újra elindulnak a nagy zenekari koncertek. A Forever Broadway című világhírű musical gála igazi showműsor keretében érkezik a Kossuth térre. Egy parádés videóanimáció készült ehhez a produkcióhoz, ami egy sajátosan installált kivetítőn fog megjelenni. A zenekar úgy foglal helyet a színpadon, mintha a Broadway színpadán lenne. Tehát a színpad lábánál is lesz egy sávban kivetítés, és a zenekar teljes szélességében a háta mögött is. Nagyon látványos. A Münchentől az Egyesült Államokig nagy sikerrel bemutatott előadás Szolnoki változatában a szimfonikus zenekar és az Operett Színház művészei kalauzolják el a közönséget a musicalek világába. A nyári programsorozat következő eseménye stílusosan a Ne maradj otthon címet kapta, és a Neoton együttes örökzöld slágereit hozza el a Tiszapartra augusztus 17-én. A hónap második felében a megszokotthoz képest új helyszíneken, a Széchenyi városrészben, Szandaszőlősön és a Kertvárosban is koncertezik a zenekar. A bevezető részben vadonatúj ütő hangszereinken fognak parádézni az ütőegyüttes tagjai két számban, utána pedig a rezes szekció fogja előadni az 50 perc alatt a Föld körül című, hát kicsit bohókás, de nagyon-nagyon fergeteges produkcióját, ez egy fél idő eddig, innen pedig a Cinemagic 3 című produkciónk válogatása. Itt már nagy szimfonikus zenekar ül a színpadon. A 2021-es Partitúra Fesztivál záró produkciójával a Tallinn városrészt igyekszik meghódítani az együttes. Szeptember 10-én itt mutatják be a Tűz és a Víz misztikuma című előadás felújított változatát. Ahogy a délelőtti sajtótájékoztatón elhangzott, a zenekar mindent megtesz azért, hogy a tervezett események ne csak kiváló szórakozási lehetőséget nyújtsanak, de járványügyi szempontból is biztonságosak legyenek. A zenekartagok átoltottsága 100%-os. Volt egy oldás, amikor be lehetett jönni a koncertekre, de csak védettségi kártyával, és mi azt az elvet vallottuk, és ezt közé is tettük a művészek felé, hogy természetesen, hogyha valaki védettségi igazolvánnyal jöhet be, akkor szembe a színpadon nem ülhet olyan művész, akár mekkora tudása is van, ahogyha nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal. A Szolnoki Szimfonikus Nyár programjai 500 fő feletti rendezvénynek számítanak, így a hatályos járványügyi előírások szerint csak védettségi igazolvánnyal látogathatóak.